Tata adott otthont a kölyök sárkány kupa elnevezésű karate versenynek, melyet negyedik alkalommal rendezett meg a Magyar Karate Szövetség. 27 egyesület 600 sportolója állt tatamira, sokan 2-3-4 kategóriában is. A tempósok számára ez volt az első megmérettetés a novemberben elkezdett alapozást követően. A megszerezhető érmek tekintetében harmadik, az érmek pont sorrendjében második helyezést értek el. Maximálisan elégedett vagyok. Itt Tudás Kornél, aki 5 éves, ő indult a 7 évesek között is egy kategóriába. Hát azt tudni kell, hogy gyakorlatilag az 5 évesek egy 25 mozgás kombinációból levő gyakorlatot nem képesek tudomány szerint megcsinálni. Ő ezt a katát végigcsinálta, és a 7 évesek között nyert aranyérmet, illetve a saját korosztályában megnyerte a szivacskiműtét, és megnyerte a kihont is. Ez egy helyben történő ütéseknek a gyakorlása. Tehát mind a 2-3 aranyéremmel jött haza. De gyakorlatilag mindenkit ki lehetne emelni, és mindenki. Eddig minden versenyen harmadik helyezéseket értünk el főként, most nagyon sok arany és ezüst érem lett, tehát a döntőbe rengetegen bejutottak most. A versenyt követően a 9 danos japán karatemester Kagawa Tatán tartott edzőtáborában vettek részt, mely kivételes lehetőséget nyújtott fejlődésük tekintetében. Májusban magyar, majd Fudokán bajnokság vár a versenyzőkre. A komáromi karatésok az utóbbira koncentrálnak, hiszen novemberben rendezik meg a világbajnokságot Belgrádban. Van egy Claudio Farmagyin nevű nagyon jó versenyző, világbajnokságon, Euróbajnokságon, illetve egyéb komoly versenyeken, egyetemi bajnokságon nyert aranyérmet, ezüstérmet. Ő fog jönni április 30-án Komáromba, és egy országos edzőtábort, ez főleg kümitetett küzdelmi edzőtábort fog tartani mindenkinek. Tehát már most válogatottoktól kezdve különböző szintű emberek jelentkeztek és jelezték, hogy szeretnének ezen részt venni. Illetve lesznek különböző felkészülési versenyek, ugyanúgy eddig voltak. Itt május, április 1-én megyünk Pusztaszabolcsra, 20-án Törökszentmiklósra, tehát folyamatosan lesznek a versenyek, és azt gondolom, hogy itt a tavaszi versenyszezon gyakorlatilag megrendezzük a saját versenyünket, most már nem tudom hányadik alkalommal májusban. Ez egy zárt körű verseny, ahol mindenki ingyen versenyezhet, tehát nincs akadály annak, hogy elinduljon. Egy motivációs verseny, ahol a felnőttek is, és a legidősebb tagunk több mint 50 éves, a legfiatalabb az még alig múlt 4, tehát mindenki számára próbálunk egy olyan sikerélményt nyújtani, ahol a versenyzést kipróbálhatják, megnézhetik, és aztán lehet, hogy későbbiekben majd ők is kedvet fognak ezt kapni. Az edzések folyamatosak. Újraindították a mozgásfejlesztés órákat a 3-5 évesek számára. A tanfolyamok is folytatódnak kedden és csütörtökön. Bárki csatlakozhat, előtte kötöttségek nélkül ingyen ki lehet próbálni az órát. Idén több szülinapot is ünnepelnek. 15 éve, hogy megnyílt a saját edzőtermük, Filip Imre pedig 35 évvel ezelőtt kezdett el megszakítás nélkül karatét oktatni Komáromban. Mint mondta, reméli, hogy a most 4-5 éves generációt még fel tudja nevelni.